különböző várak és erődítmények stratégiai helyeken épültek. Feladatuk egy-egy térség védelmezése volt. A budai vár a 13. században épült. 1541-ben Roggendor császári hadai sikertelenül ostromolták Budát, de ugyanennek az évnek a nyarán Szulejmán szultán csapatai csellel elfoglalták. 1686-ban sikeres volt az ostrom, és Budavára újból keresztényé lett. 1849. május 21-én a honvéd csapatok 3 hétig ostromolták a budai várat, és utána sikeresen elfoglalták. A budai vár legvéresebb ostromára azonban 1944-45 telén került sor. A Vörös Hadsereg gyűrűje 1944. december 26-án zárult Budapest körül. 1945. január 18-ára már elesett Pest. A védők visszaszorultak a Duna, a Vérmező, a Hegyalja út és a Margit körül által behatárolt területre. A vár német parancsnoka a körülzárás pillanatában már gondolkozott a kitörésen, de Hitler határozott parancsban megtiltotta, hogy az oda beszorult német és magyar csapatok feladják a várat. 1945. február 11-ére a védők helyzete tarthatatlanná vált. Kimerültek készleteik, élelmiszerük, hadianyaguk már nem volt, és a jelentés szerint utolsó töltényüket már csőre töltötték. Február 11-én 19 óra 45 perckor adott parancsot a vár német parancsnoka a kitörésre, és 20 órakor megkezdődött. A bécsi kapu környékén kezdődött a kitörés. Dermesztő hideg volt, és az első kitörő csapatokat szovjet pergőtűz fogadta, talán olyan pergőtűz, amit addig még nem éltek át. A környékbeli utcákban próbáltak előre nyomulni, sokszor térdig érő vízben húztak. Körülbelül 20 ezer katona kísérelte meg a kitörést, ők a budai hegyek felé próbáltak utána tovább haladni. 16 ezeren el is érték a budai hegyeket, február 12-én és 13-án a legtöbb menekülő német és magyar katonát megöltek vagy fogságba ejtettek. Német adatok szerint csupán 785 katonának sikerült elérnie a német vonalakat Mány, Anyácsa puszta és Szomor térségében. A vár eleste után elkezdődött a véres bosszúállás Budapest védtelen lakosságán. A kitörésben, a budai vár védelmében, Budapest védelmében résztvevő magyar katonák hazaföldjén harcoltak és hazájukat védték. Ha kellett, akár mind halálig. Megemlékezésünk elsősorban róluk szól, de egyben rávilágít arra, hogy Magyarországnak mindenkor szüksége van egy jól felszerelt, jól kiképzett, bátor hadseregre, de természetesen mindannyiunk érdeke elsősorban, hogy törekedjünk a békére.